Szezon jó év elé néznek a szállodák és magánszálláshely kiadók. Katolikus Caritas menekülteknek érkeztek adományok Balatonszemesen. Giro d'Italia nagyszabású szurkolói rócsó kezdődik Kaposváron. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Jó év elé nézhetnek a szállodák és magánszálláshely kiadók a Balatonnál. Az évelei adatok azt mutatják, hogy már januártól jóval magasabbak voltak a foglalások, mint az előző év azonos időszakában. A legtöbb helyen a hosszú hétvégére már csak egy-egy szabad hely van, és folyamatosak a foglalások a nyári időszakra is. Ebben a balatonlellei szállodában már nincs üres szoba a húsvéti hosszú hétvégére, de a foglalási táblázatban is jól látszik, hogy a nyári szezonra is elkelt a szobák többsége. Az év első pár hónapjára sem panaszkodhatnak, mondja az igazgató. Talán életünk legerősebb szezonon kívüli időszakát éljük, tehát most eljutottunk oda, hogy hétvégén is és hétköznap is tudunk tehát házakat produkálni, akár egy novemberi vagy januári-februári időszakban is. Tehát a Balaton, mint turisztikai desztináció egyre népszerűbb, egyre többen választják úti célul, nem csak a nyári hónapokban, hanem azon kívül is. Ez a balatonszemesi vállalkozás már két hete kinyitott, és folyamatosan emelkedik a forgalma. Tavaly év végéhez képest, amikor azért is zártam, mert nem nagyon voltak, jött a hideg idő, három hónap szünet után, én meglepődtem, hogy milyen sokan vannak. Tehát majdnem azt mondhatom, hogy mint a nyár végén forgalom. Fülöp Zsolt ugyanakkor úgy látja, valamilyen mértékű áremelkedésre számítani kell a Balatonhoz érkezőknek. Az ukrán válság miatt már a nagy kereskedelmi lerakatoknál érezhető a változás, de bizonyos árucikkeket még biztosan nem érint a változás a nagykereknél. Haláruba nem kell félni, mert bevásároltak annyi halból, hogy augusztus végéig, a szezon végéig megvan, föl vannak töltve a raktárak. Viszont elképzelhető, hogyha úgy alakul a válság, ahogy én nagyon nem szeretném, hogy akár napi árak lehetnek a nagykertben, mint mondjuk tavaly az építő anyaggal. Úgyhogy az lenne a legrosszabb szenárió. Az előrejelzések és a foglalások szerint a Balaton régió egyre népszerűbb a belföldi turisták körében, a foglalások pedig azt mutatják, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is rekordszámú pihenni vágyó érkezhet a tóhoz. A katolikus Caritas nem csak Kárpátalján, de a Magyarországon elhelyezett menekülteket is folyamatosan segíti. Pénteken Balatonszemesre érkeztek adományok. Tartós élelmiszert, alapanyagokat, tisztítószereket szállítottak a Balaton déli partjára, ahol a magánszemélyek és a vállalkozók is a kezdetektől támogatják a menekülteket. Indulásra kész az adomány a katolikus Caritas raktárából. A teherautó most Balatonszemesre szállított élelmiszert, tisztálkodó és tisztítószereket, ahol 62 Ukrajnából, Donyeck megyéből menekült asszony és gyermekeik leltek menedékre csaknem három héttel ezelőtt. A balatonszemesiek az első perctől segítik a menekülteket, a település apraja nagyja összefogott a megsegítésükre. Ezért én nagyon büszke vagyok, és bebizonyíthatjuk azt, hogy Balatonszemesen olyan emberek élnek, akik érzékenyek arra, hogy a mások rossz állapotán, rossz helyzetén valamelyest javítsanak. Az igazság az, hogy először a baptista szeretett szolgálat mozdult meg, és ennek híre ment. Aztán egyre többen jelentkeztek, úgyhogy szerintem volt is egy olyan pillanat, amikor azt mondtuk, hogy na most egy kicsikét pihenjünk, mert nem tudjuk már hol tárolni ezeket az adományokat. Én külön nagyon büszke vagyok arra is, hogy hallottunk már mendemondákat, hogy imittam ott milyen menekültek vannak, de én úgy gondolom, hogy az itteni menekültekre is nagyon büszkék lehetünk, mert ők rögtön feltalálták magukat, és nem kiszolgáltatják magukat, hanem hálásak minden adományért, és dolgoznak. Például ők saját maguk látják el magukat, főznek a konyhában. Most is például készítik az ebédet. A katolikus Caritas jóvoltából most több hétre elegendő élelmiszer alapanyagot, konzerveket kaptak a két üdülőben elszállásolt menekültek, akik maguk készítik el ételeiket. Nagyon jó dolog, hogy ennyire nyitottak az emberek és ennyire készségesek arra, hogy segítsenek most ebben a nagy bajban. Nagyon sok családot sikerült elhelyeznünk, családokhoz irányítani, vagy üdülőkbe, nagyobb befogadó helyekre, és most az történik, hogy az itteni családoknak a
nyomon követése oly módon, hogy segítjük az itt létüket élelemmel, tisztálkodó szerekkel és különböző módon édességekkel, amire éppen szükségük van. Ők itt maguknak részben készítenek, részben pedig ezekből az adományokból tartják fenn magukat, és természetesen a környék lakosság is nagyon sokat segít ebben. A balatonszemesi családokat a katolikus Caritas mellett a baptista szeretetszolgálat, a református szeretetszolgálat és a magyar parlamenti imacsoport is segíti. Idén is támogatja a megyei önkormányzat az osztálykirándulásokat. A helyi cégekkel összefogva folytatják a Szülőföldem Somogyország programot. A vállalkozások 4 millió 145 ezer forinttal járultak hozzá az iskolák programjaihoz. A települési és települési nemzetiségi önkormányzatok június 15-ig jelentkezhetnek. Továbbra is feltétel, hogy a pályázók a megyében szervezzenek egynapos kirándulást nyáron vagy kora ősszel. Hamarosan teljesen megújul a Deseda Camping. A közel 38 ezer négyzetméternyi területen az összes meglévő épületet elbontják, teljes új infrastruktúrát és új épületegyütteseket terveznek, írta meg az építészforum.hu. A portál szerint az épületeknél szempont az alacsony energiafelhasználás és a kedvező üzemeltetési feltétel. A kemping 4 csillagos lesz, az előtte lévő, ugyancsak önkormányzati tulajdonú területen egy parkolót is kialakítanak, valamint rendezik a terület környezetét is. Szita Károly, Kaposvár polgármestere tavaly nyáron egy lakossági fórumon arról is beszélt, hogy a tó és környéke 3 milliárd forintból újulhat meg a következő években. Jelentős források jutnak a vízminőség javítására és a jelenlegi strandfejlesztésére. Múlt héten negyedével kevesebb ember fordult orvoshoz, mint egy héttel korábban. Országosan csökkent a betegek száma, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Összesen 20.500-an keresték fel a rendelőket influenza-szerű tünetekkel. A megbetegedéseket változatlanul a 3-14 éves gyerekek között diagnosztizálták a leggyakrabban. 2400 új koronavírus fertőzöttet igazoltak csütörtökön, közben 37-en vesztették életüket. 1688 ember tápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen. Somogyban 88-al nőtt az esetszám, összesen 58.909-en betegedtek meg a megyében. Már több mint 6.403.000-en kaptak oltást, 272.000-en pedig a harmadik vakcinát is felvették. A gólyák érkezésére készültek az utóbbi hetekben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Nemzeti Parkok madárvédelmi szakértői és az E.ON Hungária csoport szakemberei. Somogyban összesen 453 gólyafészek tartó található jelenleg a cég kis feszültségű villanyoszlopain, illetve további 38 egyéb oszlopon. Az idén a gólyák megérkezése előtt megyénkben 8 új fészket helyeztek ki. Balaton-Szentgyörgyön a 76-os számú főút és a Berényi út kereszteződésénél madárbarát keresztkart helyeztek fel egy kis feszültségű oszlopra. Ezen kívül új fészek kalapokat tettek többek között a Nagyszakácsi Kossuth utcában, Somogy-Sámsonban és Kelevízen. A hencsei transformátor állomásnál madárbaráttá alakították a korábbi vezetékeket, a csupasz áramkötéseket burkolt, szigetelt vezetékekre cserélték a madarak védelmének érdekében. A Balatonkiliti és Siófoktöreki közötti Papkutai út mellett a délre húzódó távvezeték 20 oszlopát is madárbaráttá alakították, és 10 oszlopon költőládákat is elhelyeztek. Nagyszabású szurkolói rócsó kezdődik Kaposváron, amely 4 héten át hangolja a Giro d'Italia magyarországi rajtjára a sporták szerelmeseit. A Giro rócsó helyszínein a nagy rajt nagykövetei várják az odalátogatókat. A közösségi programok mellett a rócsó részeként egyes állomásokon a szurkolók megtekinthetik és fotózkodhatnak is a Giro 2022-es, valamint a verseny 1987-es bajnoka Steven Roche trófeájával is. Egy olyan verseny indul Kaposvárról, ami 1909-ben indult először Olaszországba, és május 8-án fog Kaposvárról, itt ezen a helyen, ahol most állunk, innen fog indulni a mezőny. 198 kerékpáros, 23 csapattal. Pár nappal ezelőtt levágtuk az első centit. Azt a centit, amit
szeretnénk emlékeztetni arra, hogy aki volt katona, régebben volt katona, akkor az utolsó 150 napot a Szabó Centin mindig vágtuk. Itt az utolsó 40 napot vágjuk, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy itt valami különleges lesz a elkövetkező napokban. Nagyon különleges, ami megtisztelő, és nagyon nagy lehetőség Kaposvárnak. Nagyon nagy lehetőség, mert meg tudjuk mutatni legszebb arcát Kaposvárnak. Közel 800 millió ember fogja látni a televíziókban, akár az olasz, magyar, vagy az Eurosporton, de mondhatnám a világon több felé a televíziókban. A Kaposváron itt a napján, május 8-án, a rajt napján egy karneváli hangulat fog kialakulni. Lehet látni a verseny történetéből, hogy az olaszok mindig megtettek annak érdekében, hogy ez a verseny valami több legyen, mint egy sima kerékpáros verseny. És ezért nagyon fontos ez a karneváli hangulat, egy kicsit olaszos millió kerül ide a városunkba. A Kométa támogatja a aktív életmód, és ezen az oka miatt támogatja a sport is, és támogatja a kerékpár. Ma itt vagyunk, mert együtt ünnepeljünk a következő Giro d'Italia. A Giro d'Italia egyik a legíresebb és egyik a legfontosabb sportesemény Olaszországban. Itt hátul van az eredeti rózsaszín trikót és az eredeti végtelen troféát, amit Ivan Basso megnyert a Giro d'Italia 2010-ben. Örülünk, hogy együtt a város képes voltunk szervezni ezen a esemény, akkor már hallottunk, hogy május 8, vasárnap reggel Kaposvárról fog indulni az harmadik Giro d'Italia szakasz Magyarországon. Nagyon reméljünk, hogy az egész kaposváriak tudnak élvezni ezen a rendkívüli esemény. Mától tovább jár a balatoni komp, a járatok 40 percenként indulnak. Az április 28-áig érvényben lévő menetrend szerint Szántót felől 6 óra 40 perc és 20 óra között, Tihany felől pedig 7 óra és 20 óra 20 perc között közlekednek a kompok. A teljes áru személyjegy 800 forint, egy személygépkocsit 1900 forintért visznek át a túlsó partra. Szezon jó év elé néznek a szállodák és magánszálláshely kiadók. Katolikus Caritas menekülteknek érkeztek adományok Balatonszemesen. Giro d'Italia nagyszabású szurkolói rócsó kezdődik Kaposváron. A megyével kapcsolatos friss videókat a Somogy TV Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján nézhetik meg. A hétvégére jön a hidegfront, mindjárt jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Én köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!